Na hát, Fort Fairlane szervosítás második rész, mármint kormány szervosítás. Az előző részben átalakítottuk a kormányoszlopot, meg a sebességváltókart. Hát nekem megizzasztotta a fejemet. Kérlek, nézzétek meg azt először, az az első rész, és ez lesz itt a második rész, amikor beépítem a szervó pumpa részt ide, és átalakítjuk a égszíjtárcsákat, hogy az extra égszíjat el tudja fogadni a motor. Ezen kívül kicserélem ezt a ventilátort egy légkondicionálós ventilátorra, amiben egyel több propeller van, és utána egy kicsit talán ezt át kell alakítani, ez nem nagy ügy, hogy ide beférjen a pumpa. Ugye a új kormányszervó az már benne van, ez egy új típusú kormányszervó, a régi kormányszervók azok a összekötő karokra voltak rátéve, és csak ott húztak, vontak, és mindig elromlottak, úgyhogy most ez következik. Szóval ehhez az átalakításhoz sikerült találnom egy gyönyörű eredeti dobozban lévő szervópumpát, ami 1957 óta ott állt a polcon, és ugye attól, hogy új, és nem volt még autóban, nem azt jelenti, hogy jó is, úgyhogy most ezt itten föl fogom egy kicsit újítani, kicserélem benne a tömítéseket, itt van egy új kit hozzá, amit adnak, és akkor felfrissítem benne a tömítéseket, hogy tényleg jó legyen, és aztán itt van egy nagyon szép kínai szűrő bele, meg SKF, hogy hívják, simmering, úgyhogy itt a gyönyörűség. Úgyhogy attól még valami, hogy új és nem volt autón, az nem azt jelenti, hogy jó és jó is lesz, úgyhogy ezt próbálom orvosolni, ez is a gyönyörű eredeti zacskóba, fomokos zacskóba, hát ilyen nehéz elhinni nekem is néha, miket lehet találni az eBay-en. És aztán itt van még egy doboz, és akkor ebben a dobozban van benne a kerék, amit föl lehet csavarozni, ez egy átalakító szett volt, és ugye azt mondták, hogy az fordék, hogy hát ezt föl lehet rá utólagosan is szerelni, úgyhogy ez az, ami a két lehúzó csavar helyére ugye bele lehet csavarozni, és akkor ez ad neki extra, égszíjtárcsát, hogy legyen mivel hajtani ezt. De én ettől egy kicsit jobbat találtam. Szóval még ezek vannak, ez megy a vízpumpára, ez megy a generátorra vagy dinamóra. Dinamót is le kell vennem, mert szegény kicsit elfáradt. Úgyhogy mostan szétszedem ezt, és kicserélem benne a tömítéseket. Na, hát eddig nagyon szépen néz ki. A belsője is gyönyörű, tiszta. Ide megy a szűrő bele. És ez látszik, hogy ez egy eredeti szűrő a színéről. És amit adtak hozzá, annak semmi köze nincsen ehhez. Ugye, amit vettem, ez a kínai szűrő, sokkal kisebb. Ugye a legtöbb dolgot, amit az ember vesz az ilyen aftermarket helyeken, az mindig valamiért nem jó, úgyhogy ez látszik, hogy mennyivel kisebb. Úgyhogy aztán ez olyan néz ki, úgyhogy ezt visszarakom majd. A belsője is egy kicsit ott rozsdás, majd ezt megpisszítom. Ez is szép volt, az a teteje. És akkor most ezt a simmeringet akarom nagyon kicserélni, mert ez szokott tönkre menni, és akkor elkezd folyni, és 50 év, nem tudom mennyi, már jóval több azóta ez a polcon állt, úgyhogy belerakom a szép új simmeringet, hogy biztosan ne folyjon, úgyhogy ebben most mindjárt belefúrok két lukat, és kihúzzuk a régi simmeringet. Hát itt kibányáztam ezt a simmeringet, és nagyon jó állapotban van, olajos volt belül, meg minden, úgyhogy én szerintem én nem fogok mélyebbre menni, így beleteszem az új simmeringet, tudom, hogy új, meg jó, összerakom, aztán föltöltöm, azt hadd menjen. Az új simmeringet kicsit bezsíroztam, és aztán szépen beütöttem egy ilyen krova segítségével, és aztán most visszajöteszem az éket, meg vissza rá a pulit, ezt az égszíjtárcsát, és aztán rá a tetejét. Szóval valamiért itt van egy ilyen alátét, egy gumi alátét, úgyhogy azt is kicseréltem benne, és már most akkor megy rá ez az ég, ugye, van egy ég, amit ugye nem szabad elveszíteni, és azt oda belerakjuk, és akkor megy a tetejére. Megnézzük, hol van az ég. És aztán nagyon ékesen oda rátesszük, csak ugye ehhez két kéz kell, úgyhogy ezt mindjárt kikapcsolom. Ahogy ezt itt forgatom,
ott látni közte, hogy egy kicsit ez a gumi ottan kitágult, és mostan az csúszik ezen a szimmeringen, hogy ez azt mondja nekem, hogy a szimmeringet mélyebbre kell rakni. Úgyhogy ezt szétszedem, leveszem azt a tömítést, amit most felraktam rá, és aztán a szimmeringet lejjebb ütöm egy kicsit. Na hát mindent visszaraktam. Hogyha valaki azon törje a fejét, hogy ennek milyen színűnek kell lenni, hát akkor itt az a válasz, ilyen színűnek kell lenni. Ez majd, hogy nem egy ezüstmetál szín, de nem nagyon vannak benne túl sok a flitter benne, hanem csak épp, hogy egy ezüstös színe van. És aztán itt belül néz ki, hogy ez is tök jó új tömítés van benne. Itt van a szintmérője, hogy mennyi van benne. És ez a felső kupak, ez nem volt lefestve, ez kadmiumozva volt. És a csavarok is ilyen, hát nagyjából fehér kadmiumról van szó. És a többi része volt a feketére festve. Úgyhogy ez azért azoknak fontos, akinek tegyük fel, van egy 50-es évekbeli Thunderbirdje, és abba akarnak ilyet úgy összerakni, hogy úgy nézzen ki, hogy mintha eredetileg jött. Hát így jött eredetileg, ezek a csavarok feketék voltak, és ez pedig a fehér kadmium, és a többi felfogó csavar az is fehér kadmium. Úgyhogy ha valaki eredetire akar ilyet csinálni, akkor így kell, hogy kinézzen. Ahhoz, hogy itt elkezdjük felrakni ezt a pumpát, az égszítárcsákat kell először megbontani, úgyhogy először ezt levettem, ezt a fensrádot, hát nem tudom, hogy mondják, légterelőt, és aztán most jön ez a propeller rész, ugye ott van, elő van négy csavarja, azt ugye leveszem, és akkor az egész itten lejön, mert azt ki fogom cserélni, ugye erre legalábbis megpróbálom kicserélni erre, ami nem csak, hogy a szervó kormányra való, hanem még légkondira is való, úgyhogy majd elvileg a légkondi az ez, és a légkondi között van, és a szervópumpa pedig csak ez és a főtengely között van, vagy ez megy a főtengelyre, ugye a főtengely és a szervópumpa között. Na mindegy, majd megmutatom a rajzot, ugye egyszerűbb. Levettem a propellert meg az égszítárcsát, és látszik, hogy ez igazából egy új vízpumpa, ezt most raktam rá még Vegasba 2 éve, nem is tudom, hogy azóta csak nem mentünk sokat fele, csak eljöttünk ide, meg egyszer elmentünk San Franciscóba onnan, na mindegy. És akkor itt van, ami lejött róla, ezzel jött az autó, és itt van egy, amit vettem, ez egy légkondicionált autóhoz való propeller, látszik, hogy mennyire, ugye, hogy több propeller van rajta, és hogy ez a Thunderbirdben ugyanilyen egyébként, látszik rajta, van írva, hogy ez az eleje, jó kis szögecselt nyavaja, és látszik, hogy ugye így megy egyenletesen, és egyszer csak itt egy nagy luk van, és ez közelebb van téve, ez nagyon érdekes, mert ez megvágja a szélnek, és összekeveri az egészet, és jobbat húz emiatt. Úgyhogy most a következőnek azt fogom megpróbálni, hogy ezt fölrakom rá, hogy fog állni. Ugye van itt benne egy közbetét, ezt a közbetétet majd használnom kell. Megnézem, hogy az hogy fog állni rajta ezzel a propellerrel, hogy egyáltalán fölmegye, meg elfér-e. Hát igen, kérem, amikor gyári eredeti alkatrészsel dolgozunk, akkor egész más, mint amikor után gyártotta. Ez úgy olyan gyönyörűen áll benne, pont olyan messzi van, pont ott van a kivágás benne. Pont minden ugyanott van, ahogy kell. Úgyhogy mostan ez nagyon szép, ezt visszaveszem, és akkor leveszem, és akkor alul az extra tárcsát fölrakom a szervó pumpának. Ugye ezt is levesszük itten. Hát ez most ez kétkezes dolog. És akkor ide föl kell csavarnom még rá alulra a szervó pumpának a szervó pumpának az égszítárcsát. Elvileg van ott rajta két ilyen a csavarhely, hát ez most nagyon nem látszik, mert sötét van, és akkor oda föl lehet csavarozni szépen azt az égszítárcsát, ami itt lakik. Itt van. Elvileg ezt föl lehet rátenni, úgyhogy most azt kell kitalálnom, hogy hogyan. Hát hoztam egy lámpát, sajnos ide még én sem látok be az oldalról, úgyhogy már valami tükörből kell, meg innen, és akkor ott látszik, hogy ott a két csavarnak a helye, meg a főtengely csavar, úgyhogy ki kell szerednem a főtengely csavart, és kell találnom két csavart, ami abba pont belemegy. Úgyhogy majd mindjárt kitalálom, hogy annak mekkora a menete, és a két a nagy csavart leveszem róla. Nagyon próbálom megelőzni, hogy kivegyem a hűtőt belőle, úgyhogy itt nem túl szakszerűen rátettem egy csavarhúzót, egy nagy csavarhúzót, ott látszik, hogy végig van szúrva rajta, és akkor ezzel pedig itten szépen kitekertem a csavart. Úgyhogy most már meg van lazítva, és aztán most már ki kéne, hogy jöjjön ez a nagy csavar belőle. Elnézést a sok rezgésért, de na hát itten jön kézzel a csavar, most már
Úgyhogy ez megy a közepébe. Úgyhogy megvan a mérete annak a két kis csavarnak is. Amikor ilyen autókon dolgoztok, nagyon figyeljetek erre, hogy legyen valami odatéve, mert hogyha van rajtatok öv, az öv csat össze fogja cseszni az oldalát a fényezésnek, a másik meg, hogy így könyökölni nem szabad rajta, mert a könyökölés benyomhatja azt az anyagot, és akkor ilyen hullámok lesznek benne, mint a legtöbb autón szoktak lenni. Most kiveszem azt a csavart, és aztán nem hiszem, hogy le kéne vennem ezt az egész ékszélytárcsát róla, hanem csak kicsit kifúrom, megvan, hogy milyen menetű a menet benne, és akkor azt egy kicsit megmenetmetszem, és akkor mehet bele a csavar, csak el kell mennem a csavarboltba. Két olyan jó csavarér. Szóval van egy ilyen lehúzó szettem, amivel le lehet húzni, úgyhogy ha nagyon le akarnám venni, akkor ezt a szerszámot használnám. Ott van ráírva a száma is. És a végére rá kéne tenni még egy ilyen nagyobb részt, hogy ott meg rányomja magát. De megtaláltam annak a szerszámhoz jöttek ilyen különböző csavarok, és ez a csavar gyönyörűen belemegy, és az átmegy ezen. Úgyhogy ezek szerint akkor ez lesz, amivel ki kell nyomni, ki kell a fúrni majd. És ugye ez 3/8-16. Szóval a 3/8 az az, hogy milyen vastag, a 16 pedig, hogy hány ilyen menet van egy incsbe. Úgyhogy ha 20 lenne, akkor az több lenne benne, az finomabb lenne, de ez 16-os, úgyhogy ez a itt tudják, hogy coarse tread, tehát hogy ez nem olyan sűrű menetes. És akkor ugye látszik, hogy itt van egy ilyen coarse tread és a fine tread, ez a sűrű menetes, ez a nem túl sűrű menetes, ez egy nem túl sűrű menetes ilyen, úgyhogy most már tudom, hogy ilyen csavar kell majd bele, úgyhogy most megyek is aztán kifúrom a csavar helyét ezzel, hogy biztosan szépen működjön, és mert tele van kosszal, 57 óta nem volt benne csavar valószínű. Pontosabban én egyszer lehúztam, amikor kicseréltem benne az első szimmeringet, és ugye azóta nem volt benne. Na, de az ott ül a motor elején is folyik, megy bele a kosz, úgyhogy azt most kitisztítom ezzel, és akkor utána most már tudom, hogy milyen csavart kell hozzávennem a csavarboltba. Szóval belepróbáltam ezt, hogy megy, és sajnos amiatt, hogy itt van egy válla, ez valamivel bele kell, hogy üljön, és nem ült bele, úgyhogy most le fogom venni ezt az égszítárcsát, hogy biztosan lássam itt kint, hogy bele fog ülni. A másik, amit csináltam, megmértem, hogy mennyi belecsavartam ugye a menetmetszőt, és akkor ugye ennyi, ide tettem a végéhez ezt, úgyhogy azt látszik, hogy ez egy incs, úgyhogy egy 3/4 incses csavart bele lehet tenni, úgyhogy majd el kell mennem és megnézni, hogy ez milyen mélyen van, és akkor 3/4 incset kell kilógnia a csavarnak. Úgyhogy majd megnézzük. De úgyhogy most leveszem a égszíttárcsát róla, ami most rajta volt. Ugye ott van a lehúzó, már rajta van, ott látszik, és aztán ezt itt tekergetem, és aztán szépen jön lefelé. Úgyhogy ott lejött, akkor itt a kézbe meg tudom nézni, hogy van, és kézbe föl tudom rá szerelni ezt a két csavart. Lehet, hogy csak olyan precíziósan van csinálva ez, hogy bele kell, hogy üljön, és önök kézzel nem tudtam, de ezt muszáj látni a kézbe, nem lehet csak úgy a levegőbe, meg nem látva. Úgyhogy ez fontos része a dolognak, úgyhogy mindjárt leveszem, aztán megnézzük, hogy néz ki. Na hát kijött a gyönyörű, hogy ez a lehúzó, így vannak benne ezek a csavarok, ezek a menetek, amiket már kitisztítottam a menetmetszővel. És akkor az a kérdés, hogy ez itten hogyan fog benne állni. Úgyhogy nem volt túl jó, és egy kicsit itten gond van. Emiatt szedtem le, mert itt ez nem igazán ül bele. Úgyhogy majd meg kell néznem, hogy ez mennyire van messze tőle, és hogy meg mint. És akkor ott az két luk rajta. Két luk rajta az majd, hogy nem stimmel. De... igen, hát ezt majd ki kell találnom, úgyhogy most ezt megmérjük, és aztán kitalálom, hogy mennyire nem működik, hogy mennyire jó, vagy mennyire nem jó. Na szóval megmértem, ez ugyanakkora, mint ennek kéne lennie, csak itt belül ennek vannak ilyen recéi. Sajnos valószínűleg amiatt, hogy ez így nézett ki, amikor kijött belőle, és amikor ez itt be volt csavarva, akkor az ott összenyomorgatta, vagy összebaszta az egészet, úgyhogy most azt fogom csinálni, hogy ezt mindjárt befogom ide a satúba, és ezt szépen kiegyengetem azzal a szerszámmal, ami van nekem, hogy nem tudom, elvigyem a haveromhoz a esztergára, de szerintem ezt csak ki tudom egyengetni. Hát várjunk az egyenleget, és ez nem jó, esztergálni kell, mert ennek pont bele kell menni a közepébe, ez fogja beállítani, hogy középen legyen. Úgyhogy ezt így befogom az esztergába,
így, akkor nagyon szépen ki lehet ezt a belsejét esztergelni, hogy pont akkora legyen, hogy ez ide belemenjen. Úgyhogy akkor ez a megbarátom lesz az esztergájával. Sajna. Hát az átalakító kitbe jött ez a csavar, ilyen buzinagy csavar, és ilyen, mondom, mi a szar ez? És néztem, hogy hát hogy megy ez föl oda a helyére, úgyhogy nem tudtam kitalálni, hogy vakartam a fejemet, hogy hogyan kell ezt felszerelni a blokkra. És amíg nézegettem másik képeket a Google-in, erre kiderül, hogy ez a nagy csavar, ez ide fog belejönni a vízpumpába, és ezt át kell raknom a másik oldalra, ahol ott le van csavarozva. Úgyhogy most engedem le a vizet belőle, ugye van ilyen leeresztő csapom, és akkor szépen folyik belőle ki a víz, vagy hűtőfolyadék, hogyha szépen akarjuk mondani, és aztán ez ide megy bele, úgyhogy a vízpumpára van valahogy rátéve, és a másik csavar meg ide fog jönni, úgyhogy ide egy hosszabb csavart kell találnom, és akkor ide ez belemegy. Ezt már kitaláltam, hogy ez itt fog állni, de valahogy sehogy nem jött össze le, úgyhogy mostan ezek szerint így össze fog jönni a dolog. Úgyhogy mostan leengedem a vizet, ezt kitekerem, és megnézem, hogy ez egyáltalán belemegye, meg az, hogy ez a másik oldalra belemegye, vagy más kell vennem hozzá. Úgyhogy itt árulnak ez ilyen eredeti a bilincseket, ugyanolyan, mint amivel a gyárból jött, de szart se ér, ez épp, hogy működik. Az összes ilyen bilincset ki kellett cserélnem, mert egyszerűen nem jók semmire. Ezek a gyári bilincsek. Úgyhogy most az következik, hogy ha leengedtem a vizet belőle, akkor ezeket leveszem, meg ezt kiveszem. Na hát leengedtem a vizet, kivettem ezt a csövet belőle, és ide szépen ez befér, meg ez a másik csavar is befér, csak ebből a csavarból hosszabb csavart kell találnom. És itt lesz az egyik tartója. Most kicsit félek, hogy itt hogy fog ettől elférni, de először csak egy lépést kell csinálni, úgyhogy most mindjárt megyek a csavarboltba, veszek új csavarokat ide-oda, és akkor ilyet is kell találnom, ami ide való. És még egy kis probléma van, hogy ennek ez egy újra gyártott vízpumpa, ez nem egy fölújított, hanem egy új, és szerintem itten kicsit le kell majd belőle szednem a felületéből, hogy ez jobban rá tudjon feküdni, mert ez itten nem nagyon akar betekeredni, csak egy kicsit. Sajnos ez itt nem középen van, úgyhogy ezt, hogyha lejjebb menne, akkor beférne jobban, úgyhogy majd szerintem ott egy kicsit síklapolok majd itt valamiféle szerszámmal. A víz, ami lejött belőle, az gyönyörű tiszta. Itt látszik szép pisi színű. Úgyhogy erre nagyon büszke vagyok, hogy amikor leengedem a vizet, akkor szép tiszta, mert ez fontos egy motornak. Ezt kimostam, ezt a motort már többször is. Úgyhogy mostan csavarbolt következik. Na még a csavarbolt előtt itt próbálom összedobni az egészet, és itt jön le a mondás, hogy hülyeség ellen nincs orvosság. Na szóval, az ott bent van, ez itt bent van. Ez itt bent van, gyönyörűen minden. De hát ez hol van ez a égszíj tárcsa? Ugye itt van, fölraktam rá ezt a vízpumpa égszíj tárcsát, amit nem onnan kéne, hogy kapja a hajtását, de nagyjából. Tehát az, hogy mennyi van előre, ez sem megy oda. Hát most jöttem rá, hogy ez itten fordítva raktam föl, mikor a szimmeringet kicseréltem. Úgyhogy visszaveszem, és akkor ezt meg kell fordítani, hogy ez is szépen lássim olyan, és körülbelül itt legyen. De különben ugye egyébként minden jól néz ki. Úgyhogy hát próba cseresznye, így működik a dolog. Én sem tudok mindent. Na itt jobban néz ki az egész. Ugye az ott belül áll, akkor ez most már egy színben van ezzel, de az mindegy, mert úgyis alulra lesz egy égszíjjal a főtengelyről ide. Az ott azért olyan sok, mert a légkondihoz is megy. Úgyhogy mostan még egy kis hozzáérés van itten, úgyhogy már lehet, hogy ott egy kicsit ki kell vágnom ezt a srádot, mert nem nagyon megy rá. Ezt nem tudom miért van, lehet, hogy azért, mert valaki, aki felújított a radiátort, rosszul rakta össze, vagy ki tudja mi van, de ez nem egy olyan nagyon vészes dolog, úgyhogy mostan csavarboltba megyünk, ez lesz a következő. Na hát ez itt a helyi csavarbolt. Látszanak, hogy minden van. És aztán itt találtam két csavart. Ugye azt kell megértenünk, hogy itt Amerikában, hogyha három ilyen vonal van rajta, az azt jelenti, hogy nem túl kemény csavarról van szó. Hogyha viszont 6 darab van rajta, mint például ezen, akkor az a kemény csavar. És akkor ez gyönyörűen ide belemegy. Most már csak rugós alátétet kell találnom, ugyanilyen kemény anyagból. És aztán
mehetünk haza, és akkor föl lehet ezt szerelni vissza rá. Na, visszajöttünk a csavarboltból, és sajnos felraktam ezt az extra XC-tárcsát, de nem tudom betenni ezt a csavart, mert nem éri el a főtengelyt, úgyhogy ezt ki kell vennem, és becsavarni először, és utána ezt felrakni, ezt az extrát, úgyhogy most ezt a két csavart, az új csavarokat kiszedem, és megpróbálom csak az első részét föltolni, hogy ne kelljen visszamenni, venni egy hosszabb csavart, hogy be tudjam húzatni. Ez már így is egyébként hosszabb, mint ami a eredeti volt, ez a kitbe jött, az átalakító szedbe jött, és az eredeti egy kicsit rövidebb volt, úgyhogy itt látszik, hogy az eredeti hogy nézett ki, úgyhogy úgyhogy most ez következik. Hát visszajöttünk a csavarboltba, mert feladtam, úgyhogy ez megy a közepére, ez a régi csavar, most találtam hozzá egy újabb csavart, ami ennyivel hosszabb, ugye találok hozzá egy kis alátétet, itt vannak ezek a próbálgatók, ugye az 9-16-18, ugye az a finom menet, és akkor mostan ezt visszajöttünk érte, ezzel be tudom majd húzatni remény szerint a XC-tárcsát. Na, belement a csavar, rátettem egy alátétet, és aztán mostan tekeredik be, szépen föl, visszahúzzuk ezzel. Bezsíroztam ott, ahol össze fog érni a szimmeringgel, mert nem szabad, hogy nehogy véletlen megégjen, és nem folyik, úgyhogy ez jó még bele. Úgyhogy most ezt szépen itt visszatekerem, és akkor felrakom rá azt az extra XC-tárcsát, ami öt a kitbe, és már a csavarok is jók, meg a menet is jó, meg minden jó, úgyhogy most össze kell, hogy menjen szépen. Na hát alakul a kula, csavar meghúzva, berakva, főtengely csavar, két kis csavar, ami fogja ezt az új tárcsát. Ez itten egy kicsit gond van, mert ez ugye ez egy csőfurat, ugyanúgy, mint ami itt van, úgyhogy ez itten beleszorul, nem lehet teljesen meghúzni, de ugyanakkor szépen ki van esztergálva a belső, hogy ott tartsa, ahol kell, ezt meghúztam, ez a hosszabb csavar, ugye ez átmegy egészen a blokkba, ez jó hosszú, úgyhogy ez itten áll, mint Katiman a gyerek. Úgyhogy aztán mostan jön a következő, hogy ugye ezt felrakom, ezt meghúzom, mert ez még mindig csak ugye, bocsánat, ez még mindig csak ugye, ott áll, úgyhogy ezt be kell tömítenem, és akkor ezt felrakom. Csövet le kell vágni, mert most ugye ez újabb helyen lesz a cső, ez a fűtéscső, mindegy, vissza se rakom. És akkor, hogyha az megvan, akkor kell nekem meghúzni az égszíjat, és kivágni ebből az légterelőből annyit, hogy elférjen. Hogy miért nem fél el, azt nem tudom. Ez biztos, hogy azért, mert valaki valami rosszat csinált itt az évek folyamán. Lehet, hogy én, lehet, hogy más. De minden esetre ez itt most nem fél el, úgyhogy valamit kicsit alakítunk rajta. Hát itt szeretném megmutatni a különbséget a két bilincs között. A bal oldalon ez az új bilincs, a jobb oldalon pedig az is új, de régi típusú. Tehát úgy van csinálva, mint hogy az eredeti bilincsek voltak. De szart se ér. Úgyhogy ha azt gondoljátok, hogy jó eredeti autót építünk meg, a OT-s vizsga, meg ilyesmi, lehet, hogy ott se érdekli őket, hogy ilyen bilincs van rajta, vagy eredeti, de akik ilyen, még a számokat is megnézik, hogy mi van ráütve az egyes a csőre, meg minden, azok ilyen bilincsel mennek, de azok nem mennek messzire, és a kocsijuk biztos, hogy tréleren érkezik a találkozóra. Itt van, hogyha valaki érdekli, hogy milyen szám kéne, hogy legyen ezen a darabon, hát ilyen ez a gyári fényezése ennek, és a gyári száma rajta, amit rányomott a gyár 57-be. De hát vannak, akik olyan messzire elmennek autórestaurálásba, hogy az összes ilyen szám stimmel rajta, és az összes dolog így össze van rakva szépen, úgyhogy ez már az autó rég nem stimmel, úgyhogy ez csak egy szép öreg autó, amit használunk, hogy menjek vele jobbra-balra, de nem egy restaurált autó tartom, főként azért most rádobtam ezt a szép új bilincset a fényezésre, de mivel annyi sok lak van rajta, ezért nem számított. Úgyhogy most végre becsavartam ezt a darabot, úgyhogy most már szépen áll, ezt levágtam, úgyhogy ez most megy vissza az új bilincsel, és akkor jöhet a többi része a dolognak. Na hát ez a régészeti lelet, eredeti Gates a Fordtól, ez megy a falra, ezt nem szabad használni, és aztán ez pedig, amit adtak a napában most egy újat, úgyhogy megnéztük. Érdekesképpen ez a szám rögtön följött a gépbe, ami ide van írva, de rossz volt, mert nagyobb volt a belt, tehát nagyobb volt a szíj, úgyhogy most ez pont akkora méretre megnéztük, mint ez.
és akkor vettem még egy újat a generátornak is, és aztán mert ez egy kicsit vastagabb, mint ami volt, úgyhogy azt is kicserélem, úgyhogy most jön ez, hogy ezt föltesszük, vagy legalábbis megpróbálom fölrakni, mert nem tudom, hogy jön ki a fő tengely pulira és erre a pulira, úgyhogy most minden csavar így nagyjából meg van húzva, úgyhogy most ez itt elől itt jobban áll, ottan úgy néz ki, hogy ez itt nem lesz gond, nem kell semmit kivágni, úgyhogy gyönyörűen ott benne lesz, csak nem húztam meg előtte a csavarokat, ez most is még egy kicsit így áll, hogy lehessen ugye állítani, és akkor most jön az, hogy most ugrik a majom a vízbe, hogy fölmegy ez a égszíj a helyére. Hát itt mindenféle érdekességet találok ki, többek közt azt, hogyha légkondi van az autón, akkor ez a szíj nem ilyen, hanem ez a szíj itt átjön ezen, és akkor utána azt hiszem, hogy ez megy a légkondihoz, és ez meg le a generátorhoz, vagy valahogy így. Úgyhogy ezt most így nem tudom használni addig, amíg nincsen légkondim. Most éppen, szóval ezt le kell vennem, és visszarakni azt, ami eredetileg rajta volt, mert ott látszik, hogy itt hozzáér ez a szíj ehhez az egészhez, úgyhogy vissza kell raknom az eredeti égszíjtárcsát, ami ez volt, és akkor ott el fog menni ez a szíj nyugodtan, úgyhogy vagy csak rakhatnék rá egy nagyobb szíjat, de most nincs kedvem, mert azt méregetni kell, meg azt csak úgy tudnám fölrakni rá, hogyha elmennék az autósbolt elé, és ottan addig próbálgatnám, amíg föl nem megy rá, de az most nem tetszik nekem, úgyhogy azt fogom csinálni, hogy visszarakom a régi rendszert, aztán felrakom a szép új lapátot rá, ugye ezt az ötös lapátot, és aztán hadd menjen, reméljük az fölmegy rá. És itt nagyon szépen látszik, hogy itt nincsen semmiféle gond, ez pont ott lesz, ahol kell. Úgyhogy most visszaalakítom a régire, és valószínűleg először először a generátornak a szíját kell föltenni, hogy ez a szíj most jöhet le. Na itt olyan jó idő van kint, hogy be kellett jönnöm ide a hidegbe egy kicsit. Szóval így néz ki a eredeti szervokormány benne, ugye látszik ott a pumpa, és akkor ott a kerekek, és az eredeti összekötők ott vannak, csak rá van téve egy ilyen húzavona, hidraulikus nyavaja törés, hogy az segítsen húzni, vonni a kerekeket. Úgyhogy ez itt mindig folyik, meg ezek is mindig elfolynak, úgyhogy nagyon nem volt jó a technika erre, de ezért találták ki ezt manapság, hogyha valaki ilyenre adja a fejét, akkor ezt a modern kormányművet használhatja a régi autóba. Csak én nem akartam rátenni a modern tartályt, az ilyen 80-as évek körüli GM, Chevrolet tartályt adnak hozzá, meg pumpát, és ez csúnyán nézett volna ki egy öreg Fordon, ezért találtam ezt az átalakító szettet, amin az eredeti alkatrészek rajta vannak, és szépen föl lehet csavarozni az eredeti csavarokkal. És hogyha valaki belenéz a motortérbe, igaz, hogy koszos, de legalább úgy néz ki, mintha így jött volna az autó. Úgyhogy ez a szép új tartály lesz rajta a mostanában adott Chevrolet tartály helyett. Ugye, hogyha az eBay-en valaki megnézi ezt, ott tele van ezekkel a kormányművekkel. Ez nagyjából bármelyik 50-es évekbeli Fordban jó az egész, és azért gondoltam, hogy ezt itten megörökítem, hogy hát, ha valaki egyszer egy ilyet akar csinálni, azt megkérdőjelezem, hogy az OT-vizsgán átmegye, de azok úgyse értenek semmihez, úgyhogy lehet, hogy igen. Alakula-kula. Visszamentem háromszor a autósboltba, hogy megfelelő égszíjat találjak. Ugye felraktam a generátort, ott a másik oldalon. Hát magyarul dinamónak mondják. Ez egy érdekes dolog angolul. A generátor, magyar generátor szó az alternator. A alternating az azt jelenti, hogy váltakozó, szóval az váltakoztatja a feszültséget, de ez magyarul dinamó. Hát angolba is azt hiszem, hogy dinamó, de az amerikai angolba ez egy generátor. A másik, az új fajta, az alternator. Amerikai angolban. Na mindegy, azt felraktam, meghúztam, felraktam a szervopumpának is az égszíját, szépen megvan az is húzva itt, és ez is ott alul is, meg ez is. És most már csak egy hiányzik, hogy összekössem a pumpát a kormányművel. Na most ez nagyon fontos, hogy melyikbe megy bele, ugye azok benne vannak a dugók még, hogy nehogy belemenjen valami kosz. Úgyhogy már most elő kell vennem, én vettem új gumicsöveket hozzá, hogy ne az öreg eredeti gumicsöveket használjam.
És akkor most ebből is ugye kivesszük a dugót, meg a visszafolyó vezetékből is. Ugye az egyik, hát ez a magas nyomású, ez pedig a visszafezető, alacsony nyomású kivezetés-bevezetés. Úgyhogy a kivezetés-bevezetés, hogy abban hol van, ezt majd ki kell találnom, mindjárt megnézem, amit küldtek vele papírt, hogy mit, hova, merre, meddig. És akkor előveszem a csöveket, amiket vettem hozzá, és összekötjük ezzel. És akkor utána föl lehet tölteni, és akkor jön az igazság pillanata. Na itt van ez a két cső. Itt leírták ebbe a leírásba, ami jött a kormányművel, hogy a return line, a visszafelé vezető, az közelebb van a rack jointhoz. A rack joint az, ami itt nincsen, ugye az a hardi tárcsa. Úgyhogy amíg följebb van a kormányműben, az a visszavezető line, visszavezető cső. Itt látszik, hogy itt ez rá fog menni a tartályra, és akkor ez a visszavezető cső, ez megy fölülre, ez pedig a nyomás alatt lévő cső, ez pedig megy az alsóra és be a kormányműbe, úgyhogy ezt a kettőt most felszerelem. Nagyon-nagyon remélem, hogy ez pont akkora, mint amekkora a Fordnak az eredetie. Ha nem, akkor valamit csinálnom kell, de mindjárt megpróbáljuk. Itt van az eredeti cső, ami jött a kitbe, látszik ott a szép Ford rajta, és látszik, hogy ez az oldal, ez kicsi, de az nekem mindegy, mert a nagyobb részét akartam összemérni, ez megy bele a pumpába, ez a darab, és akkor összemértem azzal, amit jött ezzel az újfajta kormányművel, és ez pont ugyanaz a méret, ezt összenéztem a menetet, menetemelkedés, minden pont ugyanaz, míg a cső is ugyanolyan vastag, ugyanaz a kulcs megy rá, úgyhogy azt hiszem, hogy ez jó lesz, úgyhogy ezt most betekerem a szervó pumpába. A másik része pedig belemegy a kormánynak az alsó részébe, ugye a kormányműnek az alsó részébe, és most ez következik. Javítasson, szakmájában nem érheti meglepetés. Ugye ilyen kulcssal illik az ilyen fittinget meghúzni. Ugye ez 5/8-os, úgyhogy ezzel fogjuk itt adjusztálni. Ezzel a kulcssal azután elvileg lecsúszik róla, hogy ez úgy van csinálva. Fiatalabb nézőknek mondom, hogy ez itt átmegy ezen a csövön, és akkor oda szépen belemegy, és ugye jó, meg lehet vele húzni. Ugye azt látni kell, hogy ennek 6 szöglete van, pontosabban kéne, hogy legyen. Na mindegy, szóval olyan szép nagy szögletes, nem pedig olyan csillag alakú, mint ami azon van. Vagy csak kettő, mint hogy azon van. Úgyhogy ez itt nagyon sok helyen tud jót húzni, és akkor így nem fogja elnyalni az anyát. Úgyhogy most látszik, hogy már ez az alasnyomású cső, majd ezt itt levágom, hogy szépen odaérjen, vagy pedig majd följebb hozom, mindegy. És akkor ott már be van dugva mind a kettő az aljába, hogy milyen közelebb érünk az igazsághoz. Na hát azt hittem, hogy itt milyen egyszerű lesz. Szóval a középső ahhoz, hogy sehogy nem férek hozzá, úgyhogy mostan elővettem ezt a készletet. Ezt. Ez arra jó, hogy ez ugyanúgy átmegy a csövön, és akkor egyszerűen egy krovát így rá lehet tenni, és akkor ezzel elvileg hozzá lehet férni az ilyen eldugott kis darabhoz, mint ami ott van lent. Nem is topja. És akkor így ráteszi az ember. Hát nem tudom, hogy mutassam. Már annyi minden van itt, hogy nem lehet látni. Na, ott látszik. Így rámegy szépen, és akkor ezzel el lehet forgatni. Úgyhogy most ezzel így meghúzom, sajnos két kéz kell hozzá, úgyhogy ott látszik, hogy szépen ráment. Úgyhogy ilyen trükkök is vannak. Na hát azt hiszem készen vagyunk. Szóval át kell gondolni még egyszer. Rá van kötve az összes elektromos kábel, meg van húzva a dinamó, meg van húzva ez a pumpa, rá van téve a visszavezető cső, nem fordul el itt, nem nincs benne egy ilyen összehajlás. Ezt kicsit meg kellett hajlítanom, hogy jó legyen. Ez meg van húzva, az a kettő meg van húzva. Rátettem két ilyen rücsit, azt már most mindjárt levágom, hogy összefogja őket, mert nagyon távol akarom tartani a kipufogótól. Utána meg vannak húzva ezek, ez, amennyire lehetett, az is. Na, és akkor most ugye ezért csinálom mindig egy ilyen átgondolást, mert most kitaláltam, hogy a vizet vissza kell raknom bele. Ezen kívül kell tennem bele folyadékot, na, látok. Úgyhogy mostan fogok egy töltsért, és a töltsértbe beleteszek egy szűrőt, és akkor ezt leszűröm, ezt a folyadékot, azt visszamehet. Úgyhogy most az következik. Előtte meg ezt beleöntöm, de már nincs sok, remélem. Lehet, hogy elég lesz, lehet, hogy nem, bár üres az egész, úgyhogy először ebből öntök bele, és akkor utána a vizet, ugye. És akkor szerintem minden másik kész van. Úgyhogy ezért szoktam minden indítás előtt itt átgondolni, hogy mit csináltam vele.
jó-e, nem jó-e, el van-e zárva a csapot lent, az el van a hűtőbe a leengedő csap. Úgyhogy úgy néz ki, hogy minden oké, vissza kell tennem az aksit, és akkor próbáljuk meg elindítani. Na, itt belöntöttem a hűtővizet, itt látszik ez a festék szűrő, megszűrt egy-két legyet, meg ilyesmit, úgyhogy tök jó. Itt szeretném megjegyezni, hogy a hűtő folyadék az több funkciós. Ugye először is nem szabad beletenni, ezt itt lecsurgatom, nem szabad beletenni sima vizet a csapból, mert a csapvíz, az, abban vannak kövek, és nincsen mindenféle kövesedést okoz. Én mindig desztillált vizet használok hozzá, vagy bekevert, már bekevert fagyálló folyadékot. Ugye ennek kenésnek kell lenni, tehát hogyha csak víz van benne, akkor egyrészt a blokk el fog rozsdásodni, másrészt pedig kenést biztosít egy-két alkatrésznek, ami a térben van, a hűtő térben van. És a másik pedig, hogy ugye a folyadék pedig magasabb hőfokon fog forrani, tehát tovább lehet melegíteni, főleg új autóknál, ugye azok olyan magas hőmérsékleten működnek, hogy tovább tudod emelni a forráspontot. Tehát ez igazából nem is a hűtőben van a probléma, hanem a legvégén, a legutolsó hengerekben, ugye ott egy pillanatnyi forrás lehetséges, mert ott a legmelegebb a motor, ottan épp, hogy átforog rajta a fagyálló folyadék. Úgyhogy tényleg a fagyáló, az is, hogy ne fagyjon be, ugye az is egy funkció benne. Ezt meg lehet mérni, el lehet menni egy autósportba találni, és ott van ilyen mérőberendezés, amivel megmérik, hogy hány fokig jó a fagyáló, mikor fog befagyni, de ha már van benne valamennyi fagyáló, garantálom nem fogja szétnyomni a blokkot. Sajnos nekem egy pár rossz tapasztalatom van ezzel, de úgy szokott, ha van benne már fagyáló, nem lesz gond, csak hogyha ilyen nagyon-nagyon nagy hideg van, ilyen mínusz 20 fokok vannak, én azért megméretném azt a fagyálót, hogy jól vagy nem. A másik ugye, hogy ez egy, még ez az öreg motor is nyomás alatt van. Ugye, ha nyomás alatt vagy, mint egy kukta, akkor magasabb hőmérsékleten fog forni a folyadék. Ezért kitalálták, hogy itt ezzel a rugóval fogják a nyomást szabályozni a hűtőrendszerbe. Tehát ez egy lezáró kupak. A másik az csak egy ilyen semleges kupak, ez a fontos, ami itt van. És ott látszik, hogy két van a külső, meg a belső. Ugye ez zárja le a hűtőteret, ezt most jól ledobtam. És akkor utána, ha fölforr a víz, akkor az a rugó, amit az előbb mutattam, de majd mindjárt megkeresem, pillanat. Na és itten, ahogy megnyomja a nyomás ezt, akkor ez itt össze lehet nyomni, és ez ki van számolva, hogy hány fontra van, ugye ez 15 pound, tehát 15 fontot kell, hogy ez a sűrített levegő nyomjon, ami ugye a motorba meg előkerül. És akkor így állítja be, ami kijön, annak a nagyobb része az itt eltávozik ezen a kis csövön, és az ott lemegy oda a végébe. Többféle szisztem, többféle ilyen működés van, amelyiken egy ilyen, külön egy ilyen tank van, és akkor az van nyomás alatt tartva. De most a probléma az, hogy hát ugye beletöltöttem az olajat ebbe, és elkezdett folyni szépen alul. Hogy hol, azt nem tudom. Úgyhogy majd mostan meg kell találnom, hogy hol folyik, de valahol ez a szerencsétlen folyik. Úgyhogy mostan szerintem ezt le kell vennem, le kell ereszteni, és ki kell találnom, hogy hol folyik és miért. Úgyhogy a szép új pumpa folyik. Hát itt kérem, be kell, hogy lássam, hogy úgyhogy valamiért a szimmering folyik. Az első szimmering, amit ott... Sajnos az most folyik. Úgyhogy nem nagy ügy, ezt könnyű levenni, már tudom, hogy jön le pár csavar, ezt lejön, és akkor a másik szimmeringem, de biztos, hogy valamit eltoltam rajta, és ezért folyik rajta. Úgyhogy majd mindjárt kitalálom, hogy mi volt az. Na, itt van a szépség vissza az asztalon, látszik, hogy ott folyt be ki belőle, úgyhogy biztos, hogy ez a szimmering a rossz, úgyhogy... Hát ez van. Nem baj, van még egy szimmeringem, úgyhogy jött ebbe a felújító kitbe, úgyhogy megpróbálom kicserélni, hát ha az meggyógyítja, valamit elrontottam rajta, nem tudom mit. Na hát itt tisztán látszik, hogy rontottam el, látszik, hogy ott alul folyik onnan, és valószínűleg azért, mert amikor föltoltam rá a szimmeringet, akkor nem vettem le ezt a gumit, és az ott valahogy ott valami baj csinált. Úgyhogy először ezt a kis gumit le kell venni róla, és akkor utána felrakni a szimmeringet. Úgyhogy most ezt kiveszem, és ráteszem az új szimmeringet, sajnos ez van. És akkor megint ugye belefúrtam egy ilyen csavart, és azzal így feszegetem fölfelé, látszik, majd el is indult, mert fél oldaltál. Ez a legegyszerűbb módja annak, hogy egy ilyen csavart kiszedjünk belőle. Pontosabban, bocsánat, egy ilyen szimmeringet kiszedjünk belőle.
Úgyhogy mindjárt itt kifeszegetem, azt megnézem, mi történt vele. Hát, amit látszik, ez itt szarrá van menve, úgyhogy nem csoda, hogy egyből kifolyt rajta minden. Úgyhogy sajnos ez az én hibám volt, úgyhogy a következő szimmeringnél jobban csinálom, úgyhogy nem lesz ott alatta a gumi, meg itt mindjárt ki is pucolom egy kicsit, és akkor jobban rá fog menni. Sajnos ezt én... Úgyhogy így megy, így folyik az élet, ugye az ember tanul, ahogy csinálja. Nem gondoltam, hogy volna itt benne egy gumitömítés, nem is néztem meg nagyon. Úgyhogy sajnos egy ilyen szimmeringet eltoltam, de a jó hír az, hogy van másik, megtaláltuk a hibát, és össze tudom rakni újból. Na hát azok után, hogy a műtét sikeres volt, de a beteg elvérzett, visszaszereltem mindent. Ez a bilincs, ez egy egyszer használatos bilincs volt, amit kaptam hozzá, egyszer használtam, és most már elromlott. Egy másikat kellett rátenni, nem túl szép, de ott van. Ez meg van húzva, ez is megvan, az is megvan, az is megvan, ott alul, meg ez is. Úgyhogy most már csak folyadékot kell beletenni, ami sajnos nincs itt, hanem az autósbolt van, úgyhogy mindjárt elmegyek, hozok, föltöltöm, megpróbálom elindítani ezt, meglátjuk, mi történik. Már nagyon izgulok, mert itt már ennek nagyon jónak kéne lenni, meg működni kéne már. Na hát egy újabb út az autósboltba. Én általában nem veszek Valvoline motorolajat, a váltóolaj még nem romlott el, amióta használom, de a motorolaj már kétszer elromlott, úgyhogy én többet nem veszek motorolajat. Egyszerűen tönkre ment a Buickba, amikor az úton voltunk. De minden esetre mostan még egy átgondolás mielőtt beindítom. Úgyhogy föl van töltve a tartója. Kicsit több, mint kéne bele, mert üres az egész. És ugye azt ne felejtsük el, hogy ez az olaj, ez kitágul, amikor fölmelegszik, hogy elvileg melegen kéne megnézni. Úgyhogy aztán benne van a hűtőfolyadék, meg vannak húzva a csavarok mindenhol. Hát akkor bele az aksit, aztán megpróbáljuk elindítani, megnézzük, mi történik. Na hát, nem tudom, hogy beindul-e, már régóta nem ment. Lámpa elaludt, olajlámpa elaludt, és forog a kormány, de nagyon lefogta a motort, még biztos, hogy üres, duda működik, na nézzük, hogy folyik-e valahol. Egyelőre a pumpa jó. Ott lent folyik. Ajjajaj, meg kell állni. Ott folyik. De melyik folyik? Ez a magas nyomású folyik lent. Hát ez gáz. Na, hát akkor mostanottan megpróbálom azt meghúzni, vagy nem tudom, mi lesz vele. Igen, ott látszik, hogy megfújom, és jön ki. Ott szivárog, ugye. Hát, sajnos ez van. Most azt kéne megnéznem, hogy akkor a cső romlott el, vagy pedig a menet a kormányműbe. Mert már meg van húzva, és egyszerűen nem tömít. Itt úgy néz ki, semmi nem romlott el. A vége ennek tökéletes. És a menet abba a hogy hívják, az is tökéletes, viszont ez a menet nekem nagyon sűrű, nagyon, nagyon rövidnek tűnik. Szóval én azt hiszem, hogy lehet, hogy ezt a menetet rossz helyre tettem, mert ez teljesen fölült a végére. Úgyhogy lehet, hogy és itt meg kilóg egy kicsit, úgyhogy szerintem meg kéne fordítanom a csövet. Úgyhogy ezt itten kitekerem mindjárt, akkor megint folyni fog mindenhol. Leveszem a két rücsit, és aztán megfordítom a csövet, hát akkor működni fog. Na, megfordítottam a csövet, nem néz ki olyan szépen, mint azelőtt, de legalább ott alul meg tudtam húzni, és mostan elvileg nem folyik, úgyhogy mindjárt beindítom, aztán megnézem, hogy most mi történik. Úgyhogy már minden csicsog az olajtól. Hát igen, ez nem akar. Gáz kell neki adni. Jó,
Ott is jó. Na. Hát akkor nem adta magát anélkül, hogy minden folyna az olajtól ott alatta. Még anélkül, ja, tiszta olaj mindenhol, úgyhogy majd most akkor jól föl lehet takarítani. De eddig jó. Úgyhogy mostan meg kéne néznem, hogy el lehet-e forgatni a kormányt. Először balra. Jaj, de szép könnyű, de közben lefogja a motort. Hát igen. Még biztos, hogy levegős a rendszer, úgyhogy... Na, hát akkor ezzel eljátszogatok. Úgyhogy aztán még azt kell megmérnünk, hogy mennyi voltot csinál. Na, mindjárt hozom a voltmérőt. Na, hát még alapjáraton is 12,51, úgyhogy... Viszem. Az a kérdés, hogy mi lesz akkor, hogyha a lámpát felkapcsoljuk. Kicsit lejjebb ment a volt, de megnézzük, hogyha... nem nagyon tölt, de nem is nagyon megy lefelé, úgyhogy ez szerintem most itt pont jó, mert az aksi ez nagyon szépen föl van töltve. Azelőtt ez a volt lement 11 volt, amikor a lámpát fölkapcsoltam. Ez meg itt nagyon szépen áll és regulálódik. Látszik, hogy a szíjak nagyon szépen futnak benne. Most nem folyik belőle semmi, úgyhogy mostan megpróbálom felrakni a gázt egy kicsit rá, és aztán elforgatni a kormányt jobbra meg balra, hogy lelégtelenedjen a rendszer. Pillanat. Úgyhogy eddig jó. Hallatszik, hogy sziszeg. Ugye a szervo kormánynál szeretném megemlíteni, hogy itt nagyon fontos az, hogy hogy ugye nem szabad a végére eltekerni és ott megnyomni, mert akkor túl nyomás keletkezik. Úgyhogy az ember eltekeri egészen a végére, akkor kicsit visszább kell hozni, hogy a pumpa ne legyen túlnyomás van. Hallatszik is a végén, hogyha elmegy az ember, hogy egy bzzt csinál. Most megnézzük, hogy mennyi benne a folyadék. Hát igen, ez itt lement az aljára, nekem meg elfogyott a folyadékom, mert az mind a földön van most éppen, úgyhogy majd úgy néz ki, hogy akkor az operáció sikerült, és a beteg túlélte. Úgyhogy köszönöm, hogy ezt is megnéztétek. Nem volt egyszerű, de sikerült. Némi visszavetések ellenére. Na, szevasztok!